Jak víte, tak Frank tady u nás byl v lednu 90, jestli se nemýlím. A jsem moc rád, že se mohl zastavit taky dneska, když máme tak důležitý den. Možná, že si to ani ještě neuvědomujeme. Možná, že ho pořádně oslavíme až za 10 let. Jsme totiž, prosím pěkně, naprosto svobodní. Jak dlouho nám to vydrží, uvidíme. I have only a few words to say before I go through the grueling process of tuning my guitar. A potom se pustím do toho namáhavého procesu, který vždycky podstupuji, když ladím svou kytaru. But I am very happy to be here tonight. A jsem hrozně rád, že tady dneska jsem. This is the first time that I've had a reason to play my guitar in 3 years. To je poprvé, co jsem měl za 3 roky skutečný důvod vzít kytaru do ruky a hrát na ní. I'm sure you already know it, but this is just the beginning of your new future in this country. Vy to určitě už tutově víte, ale tohle je skutečný začátek nové éry vaší země. And I hope that your new future will be very perfect, very perfect. Doufám, že vaše budoucnost bude perfektní. And as you confront the new changes that will take place, please try and keep your country unique. Don't change into something else. Keep it unique. A až se budete prát se všemi těmi problémy, které vás čekají, prosím vás o jednu věc. Dbejte na to, aby vaše země byla jedinečná. Tak jedinečná, jak dneska je. And now I will try and tune my guitar. No a teď se pokusím naladit tu kytaru. What we are going to do is a reggae improvisation in the key of A. Zahrajeme vám improvizaci v rytmu reggae ve stupnici A dur. And if there are any Soviet troops in the audience, you may dance home to this. A pokud jsou tady nějaký sovětský vojáci, můžou si klidně zatancovat. Thank you.
Bemutatok valakit, akit nem kell már bemutatni. Frank Zappát, a búcsú díszvendégét. I would like to thank Mayor Dembski for inviting me to Budapest. Szeretném megköszönni a meghívást Budapestre. I am very happy to be here and to have a chance to play with my gypsy friends. Boldog vagyok, hogy a cigány zenész barátaimmal együtt elénekelhetünk egy dalt. Thank you.
elmi hátra van, egy kis, tetszenek látni, egy kis marcipán. Tudnék, amikor befejeztük a beszélgetést Demszki Gáborral az idén, akkor az imént azt mondta, hogy behozza. Mondtam, hogy igen, csak az én angolom olyan gyönge, hogy akkor segítsen nekem fordítani. Kedves Cappa úr, hogy érezte magát a Dabánban ezen a hangversenyen? How did you feel yourself today in the Dabán? This is the most exciting day of the festival for me. Számomra ez a legcsodálatosabb napja ennek a fesztiválnak, ennek az ünnepnek. Mit szól ahhoz az ötlethez, hogy Budapesten zenei eseményekkel ünnepelték meg az oroszok kivonulását? How do you like the idea that in Budapest we celebrate the day of the withdrawal of the Soviet troops with music, especially with music? I think that it's the best way to do it because there should not be hatred between the two countries. Én azt gondolom, hogy ez jó ötlet volt, mert nem szabad, hogy bármilyen gyűlölet legyen a két ország között. Hogy érezte magát általában Magyarországon, és miért vonzódik a kelet-európai országokhoz? Mert azt hallottuk, hogy figyelemmel kíséri az itteni eseményeket. How did you feel yourself in Hungary? And why are you so much interested in this region toward the East European questions? That's a complicated question. I'll try to give you a short, easy answer. Ez egy elég bonyolult kérdés, megpróbálok egy rövid választ adni. I'm interested in the region because I like the people. Engem azért érdekel ez a régió, mert az embereket szeretem. And after this first visit to Hungary, I know I'll be coming back. És ezután az első látogatás után Magyarországon biztos vagyok benne, hogy vissza fogok még jönni. Hogy érezte magát, amikor zenélnie kellett idegen zenészekkel? Gondolom, ez nem szokatlan általában, de magyar zenészekkel talán most játszott először. How did you feel yourself when you had to play with musicians whom you don't know and who are foreigners? But maybe it was not the first time when you had to do that. I feel very comfortable playing with gypsy people. Én nagyon-nagyon jól érzem magam, amikor például cigány zenészekkel kell játszanom. I like this gypsy band. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a cigány zenészeket, azokat, akikkel ma délután játszottam. This was a unique experience because I had only met them last night. Ez egy különleges élmény volt a számomra, mert tegnap este találkoztam, tegnap éjszaka találkoztam velük először. And the first time I tried to play with them was this morning. Az első alkalom, amikor egyáltalán megpróbáltam együtt játszani velük, az ma reggel volt. We played one song in the morning for practice. Egy számot eljátszottunk, hogy gyakoroljunk. And then when I went on stage tonight, we played something completely different. És amikor persze este fölmentünk a színpadra, akkor valami egészen mást játszottunk el. So the first song we played tonight was like a little march for the soldiers to go home. Az első dal, amit eljátszottunk, az valami olyasmi volt, mint egy induló a katonáknak, akik éppen most hazavonulnak. And the second song we played was a lullaby for them to go to sleep. What was it? The second song we played was like a lullaby, you know. A második pedig olyan volt, mint egy altató a számukra, egy altató dal. Ennek mi volt a jelentése, hogy éppen egy altatót játszottak? What was the reason why you played the second song? I thought that the audience wanted to hear it. Csak azért, mert azt gondoltam, hogy ezt akarják hallani az emberek. Meddig marad Magyarországon? Van-e még valamilyen programja? How long do you stay in Hungary? Do you have any other program yet? No, I leave tomorrow. And on up, yeah. Jól érezte magát itt nálunk? Did you feel well yourself here? Yeah? Do I feel well? I'm very happy. Mert nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen, hogy ilyen későn, éjfél után még vállalkozott erre az interjúra. Adna a TV2-nek egy autogramot, egy aláírást? He wants to say thank you for you because of your interview and he's asking you for a signature. All of these? No, only for one people. Köszönöm szépen, thank you very much. Thank you. Bye. Köszönöm szépen a fordítást. Én is köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig kapcsoljuk ki a Hungáriára, nézzük meg, hogy milyen hangulat az utcabálon.